Sziasztok! Gábor vagyok, házipék, tartsatok velem, és süssünk közösen! Sziasztok, kedves házipéket! Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket ismét a szombati diétás vonalon, amiben most szénhidrátcsökkentett kuglófot fogunk elkészíteni a D-Star termékeivel, amit kakaós, illetve kókuszos ízekben fogunk variálni. Nagyon-nagyon szuper lesz, úgyhogy tartsatok velem és készítsük el közösen ezt a receptet. A tésztának az összetevőivel én már ide készültem a pultomra, igazából egyszerű összetétele lesz, ezeken kívül még a kakaó és a kókusz reszelék lesz ízesítő elem, amit itt még nem láttok. A tészta készítéshez pedig, ahogy látjátok, most a gépem eltűnt, a nagy gépem, hiszen ehhez a lágyabb tésztához most a Braunnak a Multiquick 9-es botmixerét fogom használni, és ennek a botmixernek is most már a nagyobb keverő egységét ide készítettem, amit ahogy láthatjátok, nagyon-nagyon könnyen össze lehet illeszteni, fogom ezt a keverőlapátot. De amúgy van hozzá különböző vágófejek is, de most ezt a keverőlapátot belhelyezem, ezzel majd lezárom a gépet, de mindjárt látjátok, először kerüljenek bele az első alkotó elemek. Annyit még röviden elmondanék, hogy most már a Braunnál is 20% kuponkódot tudok nektek biztosítani, tehát 20% kedvezménnyel tudtok bármilyen Braun Household terméket megvásárolni. A tésztának az első összetevője, azok nem lesznek más, mint a szobahőmérsékleti tojások. A tojásokat már bele is helyezem a keverőegységbe. Egy picit át kellett számoljam a szénhidrát csökkentett lisztkeverék végett a receptet, ezért igazából egy tojásfehérjét megvontam az alaprecepten, amit szoktam használni. Az ízesítő elem az nem más, mint a D-Star-nak a 4x édes cukor helyettesítője, amivel alapvetően tudjuk biztosítani, hogy cukormentesen, de mégis finom ízvilággal tudjuk elkészíteni ezt a finom süteményt. Mindjárt elkezdünk keverni, de még szeretném nektek bemutatni a száraz összetevőket is, amit már el is tudok keverni. Az egyik, az a D-Star-nak a szénhidrát csökkentett süteményliszkeveréke, tehát alapvetően a diétáról a D-Star-nak a termékei a szénhidrát csökkentett süteményliszkeverék, illetve a cukorhelyettesítő fognak gondoskodni. Nos, a lazítottságról sütőpor fog gondoskodni, úgyhogy sütőport hozzá lehet adni a liszthez, illetve, mint minden édes tésztánál, itt is egy csipet sót adunk hozzá, egy kisebb csipetet alapvetően, hogyha ki tudjátok mérni, akkor 2 g, de szerintem, hogyha kézzel egy csipetet adtok hozzá, az is jó, és akkor ezeket az összetevőket egy picit így a kanállal elkeverem. Rendben, és akkor lássuk a Braun keverőegységét, hogy hogyan működik. Tehát nagyon egyszerűen lezárom ezt az egységet így, a botmixert fölhelyezem, csatlakoztatom, és igazából már neki is tudunk állni a keverésnek. Itt van fölül egy gyerekzár funkció, illetve tudjuk állítani itt még a fokozatokat is. Tehát nagyobb fokozat, egy picit kisebb fokozat, illetve szakaszos fokozatot tudunk használni. Most a nagyobb fokozattal fogom ezeket habosítani, úgyhogy induljon is a keverés. Rendben? Ahogy láthatjátok, nagyon szépen kivilágosodtak a tojások. Itt van egy ilyen kis mérőegység, ami alapban a spriccelést is meggátolja, és itt van egy kis beömlő egységünk, ahol tudom adagolni a további alapanyagokat, úgyhogy a napraforgóolajat itt ezen a kis beömlő egységen hozzá tudom adni, és egy igazából a gép szétbontása nélkül mindent bele tudok adagolni, és akkor az olajat is pár másodperc alatt elkeverjük benne. Ez igazából ennyi volt, jöhet a következő nedves elem, ami nem más, mint a tej. A tejet is óvatosan, nem mellé öntve, itt ezen a kis beömlő egységen beleöntöm. És a tejet is egy pár másodperc alatt hozzádolgozom ehhez az egyvelekhez. Rendben van, miután a cukorhelyettesítő és a nedves anyagok összeálltak, következhetnek a száraz anyagok, amiket már összekevertem az előzőekben bemutatott alapján, úgyhogy a száraz anyagot fokozatosan fogom hozzáadni, úgyhogy mindig adok hozzá igazából
egy 2-3 ilyen evőkanállal, vagy akár még egy picit többel is, körülbelül egy 4-5 részletbe fogom hozzáadni, és akkor szépen elkezdem keverni, és a keverés közben fokozatosan fogom adagolni, mindig úgy, ahogy eldolgozódott. Itt már egy picit gyengében fogom nyomni a gépet, és lassabban fogok keverni. Rendben van, a tésztát nagyon szépen kikeverte a gép, úgyhogy most ezt a felső egységet leveszem róla, és ahogy láthatjátok, nem is kente össze, úgyhogy nagyon szépen dolgozik a gép, nem nagyon frissögött föl, és ahogy láthatjátok, a tészta nagyon szépen elkészült, mutatom nektek az állagát is, tehát nagyjából egy ilyen enyhén csorgó állagot kell kapjatok ahhoz, hogy szuper kuglófot készítsünk belőle. Most a tésztát el fogom felezni, a fele tésztát ebbe a tálba ki fogom mérni, mivel a fele kókuszos lesz, a másik fele meg kakaós, amiről most tudunk majd gondoskodni. A tésztának a fele az, hogyha jól számoltam, akkor körülbelül egy ilyen 445 g lesz, tehát a kakaós tésztának ide egy 445 g-ot átmérek. És akkor most is, ahogy átcsorgatom, igazából meg tudjátok tekinteni a tésztának az állagát, így a tészta felét kimérem a kakaóshoz. Miután a tésztát két részre osztottuk, jöhet az ízesítő elemetnek a hozzákeverése, az egyik, ahogy mondtam, kókuszos rész lesz, úgyhogy a tészta feléhez kókuszreszeléket fogunk adni. Majd pedig ezt ugyanúgy ezzel a keverőegységgel el tudjuk keverni. Rendben van, a kókusz pillanatok alatt hozzákevertük, és akkor lássuk a kakaós részt, ami az itt van a tésztának a másik fele. Alapvetően keverhetném ezt is a keverőegységbe, de nem akarok most annyit mosogatni, úgyhogy egyszerűen hozzáadom a tésztához a kakaóport, megfogom, a botmixert lecsatlakoztatom, rácsatlakoztatom a habverő részt, és akkor most meg tudjuk nézni, hogy a habverő rész is hogyan működik. Itt is igazából a nyomás intenzitása ugyanúgy a keverés erősségét szabályozza, úgyhogy először, amíg porállagú még a tetején a kakaó, addig elkezdem óvatosabban keverni, és amikor elkezdi a kakaót fölvenni a tészt, akkor rákapcsolok egy picit. Rendben van, ahogy láthatjátok, a keverő egység nagyon szépen kikeverte a kakaós tésztát is, úgyhogy most leválasztom, és akkor most ismét meg kell vizsgáljuk a kókuszos tésztát, hiszen a kókusz az folyamatosan szívja meg magát a nedves anyaggal, és ezáltal, ahogy láthatjátok, a kókuszos rész az azért eléggé besűrűsödött, nem olyan csorgó, úgyhogy ilyenkor még a kókuszos részhez egy kevés tejet kell hozzáadni. Szerintem körülbelül egy 20 ml plusz tej fog menni a kókuszos részhez, de majd nagyjából visszamérem nektek, eddig 10-et raktam bele, még egy keveset, szerintem egy 20-as mehet bele, hát ezt elkeverem, és akkor meglátjuk, igazából az állagot kell figyelni alapvetően. A kókuszos részhez még utólag még 10 ml tejet adtam, úgyhogy összesen 30 ml tej került külön a kókuszos részhez, a kakaóshoz nem adtunk külön tejet, és ahogy láthatjátok, így azért ismét visszanyertük ezt a szép csorgó állagot, amit most már ki is tudunk tölteni a formánkba. Nos, előkészültem a kitöltéshez, igazából a kitöltés azt úgy variáljátok, ahogy akarjátok, akár lehet úgy is, hogy kevés kakaós kanállal, utána kevés kókuszos, és így váltogatva esetleg lehet egy kis cirmokat is csinálni belőle. Én most úgy fogom csinálni, hogy a fele rész kakaós tésztát beletöltöm, utána a teljes kókuszos, majd a másik fele kakaós a tetejére, úgyhogy először jöhet a kakaós tésztának a kitöltés, illetve hát annak körülbelül így szemre a felének. Rendben van, ezt egy picit megrázom, hogy eloszlódjon benne, és utána szépen a kakaós rétegre eloszlatom a kókuszos réteget is, és akkor most láthatjátok, hogy így a plusz tej hozzáadása után azért így nagyon szépen kell csorognia ennek a kókuszos résznek is. És akkor utána pedig mehet a maradék kakaós rész is, ezt akár még több rétegben is el lehet készíteni amúgy. A tészták kitöltésre kerültek, hogyha belenéztek a formába, hát akkor úgy jó, a 3/4-ig töltöttük körülbelül,
tehát így nagyon szépen majd föl fog emelkedni ez a tészta a sütőbe. A sütőformával kapcsolatban én annyit elmondanék, hogy természetesen én formaleválasztó sprével kikezeltem. Igazából én a formaleválasztó sprét találom a legjobb elválasztó anyagnak, de természetesen meg lehet csinálni, hogy vajazzátok, liszttel kiszórjátok, vagy akár egyéb zsiradékkal kikezelitek. Ahhoz, hogy könnyen kiforgatható legyen a kuglof, ahhoz nagyon fontos én szerintem jó minőségű anyagból választani a sütőformát. Én általában a kuglof formákra, azokra nem szoktam sajnálni a pénzt, mert azért sokszor tudom, hogy bosszúságot tud okozni, amikor szeretnénk kiforgatni és beleragadni, és jártunk úgy korábban olcsó formával, úgyhogy igazából ezt mindenki szerintem egyénileg el tudja dönteni, hogy mire van kerete, illetve hogy mire van igénye. Úgyhogy ennyit igazából erről a részről, és akkor bekerülhet a sütőbe, és majd mutatom nektek a kiforgatást is, hogy milyen szépen ki fog fordulni a formából. 165 Celsius fokra előmelegített, hőlégkeveréses üzemmódba állított sütőbe kell behelyezni, és körülbelül 45-50 perc alatt készre sütni. Az átsültséget tűpróbával ellenőrizzük. Kedves házipékek, a kuglof kisült. Ahogy láthatjátok, nagyon szépen följött. Igaz, teljesen nem terítette ki a formát, de így is nagyon szép formája lesz. Alapvetően, mivel szénhidrát csökkentett, magas rostartalmú a lisztkeverék, ezért egy nagyon picit tömörebb érzetet lehet tőle várni, mint egy átlag búza lisztől, amivel készítjük, de majd amikor felszeleteljük, akkor ti is látni fogjátok, hogy incsiklandozó. És akkor most körülbelül egy 10-15 perc hűtés után lássuk, hogy hogy fordul ki a formából, hogy lássátok, hogy tényleg ebben sincsen hiba. Hát egyszerűen kipottyant egy pillanat alatt, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon szép lett, nagyon szépen át is sült, és ahogy láthatjátok, szerintem nagyon királyul néz ki. Úgyhogy most ezt kihűtjük, és hogyha teljesen kihűlt, akkor utána pedig nézzünk egy bélzetképet is. Kedves házipékek, kihűlt a kuglof, meg is szeltük, meg is kóstoltuk, hát valami hihetetlen finom, tényleg nagyon-nagyon jó lett. Egyáltalán nem érződik, hogy szénhidrát csökkentett termékkel készült, illetve cukorhelyettesítővel. A családnak, feleségemnek is nagyon tetszik, úgyhogy szeretettel tudom ajánlani, hogy ti is próbáljátok ki. Amúgy mutatnám nektek a felvágott képet is, hogy tényleg szerintem így az érezetnek a tésztátnak szépen sikerült. Szerintem nagyon-nagyon szuper lett, kellően lazított a bélzet, de természetesen ezekkel a szénhidrát csökkentett termékekkel azért egy tömörebb bélzetet érünk el, de ettől függetlenül az ízvilág az tényleg fergeteges. Úgyhogy szeretettel tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki, és remélem, hogy tetszik a dolog. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek tegyétek meg, hogy alatta nyomjatok egy lájkot, illetve nyugodtan hagyjatok egy-egy kommentet, nagy szeretettel válaszolok rá, ahogy időm adja. Hogyha megosztátok ezt a videót barátaitokkal, ismerőseitekkel, azért is természetesen nagyon hálás leszek, illetve, hogyha még nem vagytok, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel ide a csatornára, hogy a további szuper receptekről sem maradjatok le. Facebookon és Instagramon Gábor a házipék hivatalos néven vagyok elérhető, illetve a weboldalamon nagyon könnyen megtaláljátok az összes receptet egy helyen, aminek a címe gaborhazipek.hu. Mivel nagyon sokan szoktátok kérdezni, azért szeretettel megosztom veletek az infót, hogy weboldalamat amúgy a domdom.hu oldalon szoktam kezelni, szerkeszteni, ahol tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű szerkesztő felületet kapunk, amit egy egészen alapszámítás technikai ismerettel szerintem bárki nagyon könnyen tud kezelni, úgyhogy szeretettel tudom nektek ajánlani, hogyha weboldalt terveztek, akkor náluk csináljátok. Hamarosan jelentkezem az újabb videóval, a legújabb recepttel, addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.